Orosó Tende Sándorral, a Kovács Mihály Huszár Bandérium vezetőjével beszélgettünk, hiszen már visszajöttek a látványos huszár felvonulásról. Kik csatlakoztak Önökhöz? Hát a karcagi volt az alapszervezet, aki, vagy az alapbandérium, aki szervezte, illetve aki ötlete, gazdája volt ennek az egésznek. Jöttek vidékiek, 14 fő huszár, jöttek különböző hagyományőrzők, Pusztai Róka vezette fel a karcagi Pusztai Róka vezette fel a rend, a csapatokat. Hátul jöttek ilyen betyárjelöltek, vagy betyárok, csikósok, azok elég elevenen mozogtak a lóval, úgyhogy örülök neki, hogy itt van mindenki, és hát tulajdonképpen egy hosszú időszaknak a terméke ez, mert elkezdtük a huszárkodást itt Karcagon, Kovács Mihály Bandériummal, és hát talán már tizenvalahány éve eltelt, és ez az első ilyen huszár találkozó. Korábban volt ez ötlet, csak a Covid meghiúsította. Én úgy gondolom, hogy ez tud egy olyan rendezvény sorozatnak a kezdő rendezvénye lenni, ami több éven, akár évtizeden keresztül is jellemzi majd a városnak a hozzáállását ehhez a hagyományőrzéshez, illetve ez a huszárkodáshoz. Mindenképpen Kovács Mihály, aki miatt csináljuk, hiszen nagyon kevés embernek van szobra Amerikában, de a karcagi Kovács Mihálynak annak van. És a mai nap azért az utánpótlás nevelésnek és a megtalálásnak a napja is, hiszen huszártoborzás is zajlik. Huszártoborzás is zajlik. Lehet hozzánk jönni a legkisebbeknek huszár kifestő versenyre. Mindenki, aki részt vesz, díjat kap. Nem olyan nagy dologra kell gondolni, de például egy jégkrém az minimum kijár, meg lovagoltatás, hogy érezzék, hogy mit jelent az, hogy lovon ülünk. De van, aki már ma reggel jelentkezett nálunk, hogy ő megcsináltatja a ruháját, szeretne huszár lenni. Hát mondom, semmi akadály, a lóra kell ülni. Jaj, hát a lóba a baj van. Mondom, az unokám is így kezdte. Most meg itt lovagol köztünk. Egy fél év alatt megoldottuk a kérdést.